Ezek a házak Nyíregyházán épültek. Ha valaki most szeretne a megye székhelyen ingatlant vásárolni, 400-450 ezer forintos átlagos négyzetméter árakkal találkozhat. De nem csak itt, a környező településeken is élénk az ingatlan piac jelenleg. Nyírbátorban és Mátészalkán 220-300 ezer forintért lehet megvásárolni egy négyzetmétert. A Covid egyik hatása, hogy továbbra is nagy alapterületű lakásokat keresnek, a jelenlegi négyzetméter árakkal azonban ez nagyon magas végösszegeket jelenthet. A szakértő szerint egyfajta lélektani határa 25 millió forint. Országos átlagban minden második ingatlanra hitelt vesznek fel az emberek, és az elmúlt egy évben a lakáshitelkamatok drasztikusan megdrágultak, és nem csak a hitelkamatok törlesztője ugrott meg, hanem az ingatlanok értéke is nagyot ugrott, főleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Klasszikus értelemben véve a 25 millió forintos lélektani határ az, ami vízválasztó lehet, és nagyon érdekes azt látni, hogy tavaly április-májusban még a teljes megyei ingatlan kínálat több mint fele, tehát 55%-a ez alatt a lélektani határ alatt volt, most viszont már minden harmadik lakás az, ami 25 millió forint alatti értékű, vagyis az ingatlan állomány 37%-a az, ami olcsóbb, mint 25 millió forint. Az albérlet árak ettől is gyorsabban változnak. Veszprémben és Győrben 30%-kal drágult az albérlet egy év alatt. A háború kitörése után mindenhol drágulást tapasztaltak. A havi 100 ezres átlagár Nyíregyházán például 110 ezerre nőtt. Ez pedig már megközelíti a dunántúli árakat. Azonban míg ott egyre kevesebb az albérlet, a keleti régióban továbbra is népszerű ez a lakhatási forma. Az viszont országos szinten elmondható, hogy a háború utáni hetekben a felére csökkent a bérlésre kínált ingatlanok száma. Elemzők szerint ez később további drágulást idézhet elő, de más, közvetett hatása is van a háborúnak. Már a koronavírus járvány utáni gazdasági visszapattanás során is érezhető volt, hogy megugrott az infláció, a háború és a növekvő energiaárak pedig erre rátett még egy lapáttal. Ennek következtében szinte minden szektorban drágultak az árak, és ez a lakáspiacon leginkább a felújítási költségek megugrásában érezhető. Tehát magyarul, aki lakásfelújításban gondolkodik, annak jelentősen többe kerül ez a tevékenység, mint mondjuk egy-két évvel korábban. Ez viszont hatással van az ingatlan vásárlásokra is, vagy az ingatlan befektetésekre, mert hogyha valaki egy felújítandó ingatlant szeretne valamivel olcsóbban megvásárolni, sokkal nehezebben tudja kikalkulálni, hogy végső soron mennyibe fog neki kerülni az az ingatlan, amit el szeretne érni egy felújítás során, és hogyha nem tudja ezt pontosan megbecsülni, sem pénzben, sem időben, hiszen a lakásfelújításoknál a tervezett költségvetés és a felújítás tervezett időszaka általában mindig túlszárnyalja a terveket, ez a vásárlási kedvet is visszafogja. A statisztikákból most az látszik, hogy csak olyanok vágnak bele nagyobb ingatlan felújításba, akik bizonyos termékeket a piaci árnál olcsóbban tudnak beszerezni, vagy a felújítási munkák egy részét maguk tudják elvégezni. Ezek ugyanis jelentősen csökkentik a járulékos költségeket.